Bárdos Kristófot, a Green Fox Academy társalapítóját és ügyvezetőjét szeretném köszönteni a Polirikon Podcast adásában. Sziasztok, nagyon szépen köszönöm a meghívást. 2015-ben alapítottátok a céget, honnan jött a név, és mi volt a kezdeti cél? név az egy teljesen érdekes beszélgetésből esett ki, mert nagyon sok mindenről beszélgettünk az alapítás körül. Ez egy, ez egy pilot projektnek indult, le akartuk tesztelni, kicsit lean mindset hogy hogy működik Magyarországon, vajon ez a karrierváltás? És néhány üveg bor után az alapítókkal azon ötleteltünk, hogy mi, lehet, mi legyen a neve ennek a vállalkozásnak. És az egyik alapítótársunk áterül azzal, aki marketing háttérrel jött, hogy legyen Cream Fox És kérdeztük, hogy miért. És mondta, hogy azért, mert ahhoz egy szuper brandet lehet építeni, ő már látja maga előtt, hogy ez nagyon jól fog működni. Mi pedig azt mondtuk, hogy legyen így. És hogy jött össze a kezdeti csapat? Az alapítás körülményeiről azt kell tudni, hogy a társaimmal, főleg akikkel ma is együtt dolgozunk, mi régebb óta ismerjük egymást. Nekik volt korábban startupjuk, amiben a korábbi cégemen keresztül befektetőként jelentem meg, tehát ismertük egymást, dolgoztunk együtt, és Közben úgy hozta az ő életük is, meg nekem ez volt az alap tevékenység, mert egy digitális termékfejlesztő céget vezettem, hogy nagyon-nagyon sok programozóra volt szükségünk. És azt láttuk, hogy már a mi léptékünkben is, ezek relatíve kicsi cégek, ilyen 20-30 fős vállalkozásokra kell gondolni, már nekünk is egyre nehezebb jó programozót találni. És láttuk, hogy ez egy, ez egy nagyon komoly probléma. Másrészt ott volt egy olyan adottság is, hogy a csapatunkban nagyon sokan már próbónó alapon társadalmi munkában foglalkoztak azzal, hogy segítsenek gyerekeknek, vagy olyan felnőtteknek a programozás alapjait megtanítani, amin keresztül meg tudnak ismerkedni ezzel a területtel. Tehát valahogy olyan emberekkel dolgoztunk együtt, akiknek a DNS-ébe benne volt a, az oktatás. Volt is abban jó tapasztalatunk egyébként, hogy házon belül egy projektmenedzser mondjuk frontendessé elkezdte elképezni magát, és néhány hónap után e, pedig már képes volt ő maga is ténylegesen e, elvégezni feladatokat. És igazából ezekből gyúrtuk össze, hogy láttuk, hogy van egy, van egy nagy e, probléma a munkaerőpiacon, e, láttuk azt, hogy ezt meg lehet csinálni, nagyon érdekelt minket az oktatás, és pluszban volt még egy e, fontos tényező, azt is láttuk, hogy nagyon-nagyon sok ismerősünk, aki mondjuk felső oktatásban tanult, akár elvégezte, vagy nem végezte el, nyelveket beszél, küzdködik azzal, hogy megteremtse az egzisztenciáját, vagy azzal, hogy intellektuálisan az izgalmas feladatokon dolgozzon. És akkor megnéztük, hogy a piacon ki az, aki már csinál ilyesmit, és láttuk, hogy az amerikai piacon ez már egy felévelőben levő dolog, ez a bootcamp típusú képzés, és igazi onnan inspirálódtunk, azt adaptáltuk a magyar piacra. Egy üzleti modellen több ponton hozzá kellett nyúlnunk, de, de alapvetően ez, ez volt a, az alapításnak a rövid története. És ez a bootcampféle modell, ez, ez mit akar olyan ember számára, aki még ezt, ezt nem hallotta? A bootcamp ugye az, az kiképző tábor, talán úgy lehetne fordítani. Ez ugye a hadseregből jön, az a lényegem, hogy nagyon rövid idő alatt, de nagyon-nagyon intenzív módon olyan készségeket sajátítsanak el a résztvevők, amivel egy bizonyos feladatot vagy egy feladatkört jól el tudnak látni. És ez még csak az útjuknak az eleje, tehát nem az a cél, hogy tökéletesen kiképzett programozók kerüljenek ki tőlünk, hanem egy olyan program, aminek a végére eljut oda egy nálunk végzett hallgató, amivel képes lesz már junior feladatokon dolgozni. Tehát alapvetően egy készségfejlesztésről van szó, egy skill alapú oktatásról. Mondjuk összehasonlítva egy egyetemi oktatással, mert ez szokott felmerülni, hogy sokkal inkább egy akademikus oktatásra helyezik a hangsúlyt. Computer science, gráfelmélet, rengeteg olyan dolog, ami egyébként nagyon-nagyon hasznos, de hogyha megnézzük a mai technológiát, hogy mire van szükség mondjuk egy backend fronten, vagy egy full stack fejlesztőnél, vagy akár egy mobil fejlesztőnél, alapvetően rengeteg olyan feladat van, amihez nem szükséges ez a mély elméleti tudás, és mi inkább ennek az a megalapozására megyünk rá, hogy projekteken keresztül ö, csapatban dolgozzanak az emberek, és ö, a végére eljutnak oda, hogy már ténylegesen képesek ö, akár egy valós szimulált projektet leszállítani. Kell -e ez, bármilyen háttértudás, mielőtt elmegy valaki hozzátok, vagy akár jelentkezhet? Akár jelentkezhet, semmilyen hagyományos értelemben vett háttértudást nem nézünk. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos missziónk volt, hogy kommunikáljuk azt, hogy nem az számít, hogy valaki hányasor matekból, vagy fizikából, vagy akár az, hogy mennyire szerette ezeket a tárgyakat, mert ez nagyon sokszor azon múlik, hogy mondjuk milyen oktatásban vett részt. Nálunk az számít, hogy valakiben megvan-e a motiváció, az alázat, egy bizonyos kognitív, analitikus képességekkel rendelkezik, ami fontos a programozáshoz, de ezt is játékos teszteken, és nem IQ-teszten vagy matematikai feladványokon keresztül nézzük. Tehát konkrétan egy játékot kell végigjátszani, és egy nagy mintás elemzés alapján összehasonlítjuk, hogy a korábban végzett hallgatóinkkal mennyire illeszkedik az ő játék teljesítmény, és ez alapján azt tudjuk mondani, hogy de neki olyan típusú a feladat megoldása, hogy csak azt sem számít, hogy jól oldja meg a feladatot, hanem, vagy nem csak azt számít, hanem azt, hogy úgy oldja meg a feladatot, hogy a ami a programozáshoz kell, az a típusú gondolkozás módja legyen, és még az angol nyelvtudás, ami egy fontos dolog, mivel az informatika nyelv az angol, tehát itt fontos az, hogy legalább írás-olvasás szinten a tananyagot valaki fel tudja dolgozni, és emellett még a csapatmunka, a amik nagyon-nagyon fontosak, mert a programozás az ma már nem egy magányos szakma. Tehát, hogyha valaki nem tud csapatban dolgozni, akkor valószínűleg nagyon nehéz lesz a karrierváltás véghez vinni. Ezt nagyon frappánsan fogalmazta meg egy alapítótársunk, hogy mi nem Dr. House-t hanem a csapatát. Uh -huh. Értem. És ha valaki jelentkezik hozzátok, annak körül mekkora arányba veszitek őket fel, vagy mekkora lemosódás már a felvételkor? 20-25 át veszük fel a hallgatónknak. Tehát uh, relatíve nagy. Uh, mindenkinek uh, végig kell menni ezen a 4-5 lépcsős kiválasztási folyamaton. És miután felvettétek, akkor onnantól kezdve milyen út vezet oda, hogy valakiből tényleg mondjuk egy sikeres junior programozó legyen? Körül mennyi idő is, és mi az az út? Alapvetően két út van, az egyik, és ezzel is indultunk el, ez a szuperintenzív kurzusunk, ez tényleg szuperintenzív, tehát ez, ez, nem a napi 8 óra, hanem inkább a 10-12 órát jelenti. Ennek egy része közösen a osztálytermeinkben, vagy most a COVID miatt, hogy az online osztálytermeinkben történik, ahol nem előadásokat hallgatnak a hallgatóink, hanem közösen meg kell oldani valamilyen programozással kapcsolatos feladatot, és amikor hazamennek, akkor kell az erőadásokat videó megnézni, amiből rengeteg nagyon jó anyag érhető el a neten, tehát ezt nem is akartuk újra feltalálni, ezt nyilván folyamatosan frissítjük meg, monitorozzuk, de alapvetően így kell elkezdeni, és így négy és fél hónapig tart az, hogy valaki eljusson arra a szintre, hogy már juniorként el tud helyezkedni és van egy munka mellett végezhető ez a hétvégi esti verziója az oktatásunknak, amikor két hétköznap és egy teljes hétfégi napot kell valakinek a képzésre áldoznia, ez 10-11 hónapig tart, de ugyanaz a szilabusz, ugyanazok a, a kritériumok, ugyanolyan mentorok foglalkoznak velük is. És ha valaki ugye a programozásban gondolkodik, és, és, ugye beszéltük, hogy egyetem, vagy, vagy akár hozzátok hozzátok tanulni, vagy mondjuk megpróbálja módon az interneten elsajátítani, ez a hármat, ha össze kéne hasonlítani, akkor mit tudnál ezekről mondani? Mi alapvetően arra készítjük fel őket, hogy autodidakta módon tudjanak elsajátítani eh, programozásról. Ugye törünk nem úgy kerülnek, neki, hogy ők már mindent tudnak erről a szakmáról, úgy kerülnek, ki, hogy valamilyen technológiát ezzel eh, backend, fronten vagy Mobilos, de volt már hardware, vagy akár data science típusú képzésünk is. Tehát ilyen szempontból eléggé sok típusú képzésünk érhető el. Ezek közül valamiben lesz egy olyan készség, amivel már munkába tud állni. De ami ennél sokkal izgalmasabb, hogy a technológia nagyon gyorsan változik. Egy projektben csak azért, mert valaki mondjuk bekendesként végzett, nem jelenti azt, hogy a munkai nem fog kapni egy frontendes feladatot, vagy fordítva, vagy bármilyen más egy technológiai váltásba részt kell vennie. Mi pontosan azt tanítjuk meg, hogy ezektől nem megijedni kell, hanem ez egy lehetőség a fejlődésre. Hogy kell használni az internetet. Ezek most nyilván trivialitások, de ezt is sokszor meg kell tanítanunk, hogy hogy használjuk a Google-t, hogy használjuk a Stack Overflow-t, hogy használjuk ezeket a megoldásokat. Tehát tőlünk autodidakta uh, szoftver uh, fejlesztők fognak kikerülni, akik képesek arra, hogy bármilyen technológiát uh, gyorsan meg tudjanak tanulni. Uh, mi azt szeretjük, hogyha valaki már kipróbálta egyébként valamilyen ingyenes vagy fizetős online kurzuson keresztül a programozást, tehát már ki tudta próbálni magát, hogy őt ez tényleg mennyire érdekli. Ez nem elvárás, de nyilván ad egy magabiztonságot maga. Ez inkább a jelöltnek fontos szerintem, mint nekünk, mi úgyis az elejéről fogjuk elkezdeni, és közben meg utána ezeknek meg nagyon nagy szerepe lesz. Tehát ez, ez egy kiegészítő terméke igaziból a karrierváltásnak. Gyakorlatilag minden információ fönt van az interneten ahhoz, hogy valaki programozóvá tudjon válni, de módszertanilag, ahogy az ember szeret és tud a leghatékonyabban tanulni, ott nagyon-nagyon fontos a dinamika, hogy közösen tudjon valakivel tanulni, ezt angolul peer pressure-nek szoktuk nevezni, tehát hogyha valaki benne van egy komoly, folyamatosan komfortzónán kívüli helyzetben, akkor nagyon sokat számít, hogy van mellette egy-két-három ember, akivel ezt meg tudja osztani. Emellett fontos a módszertanunkban a mentorálás, aminek az a lényege, hogy mi soha nem a jó választ mondjuk meg egy programozói feladat vagy kívás kapcsán, hanem kérdésekkel segítjük a hallgatóinkat abban, hogy ők maguk találjanak rá a jó megoldás, a szintén mondjuk az internet segítségével. És az egyetemekkel összehasonlítva ezzel ugye úgy említettem az elején, hogy mi kevéssé megyünk rá a computer science részére, vagy az akademikus programozói tudásra. Azt gondoljuk, hogy ez is nagyon-nagyon fontos, hogyha valakinek a karrierje során, mondjuk ez később egy vagy két vagy három év múlva személyen, akkor sok volt hallgatunk például beül hallgatni egyetemekre ilyen kurzusokat, akár online, mert hogy már minden képessége megvan hozzá, vagy megvan az a, a gondolkodás módja, hogy ne várjon senkire, de akár konkrétan be is ül egy Magyarországi Egyetemre, vagy egy Csehországi, vagy egy Szlovákiai Egyetemre hallgatni, ahol ugye még jelen vagyunk. Mi az a junior de, ilyen developer vagy fejlesztő készség szerinted, ami már, ami már, értéket képvisel a piacon, vagy mi az a minimum ilyen tudásszint, ami hogyha valaki már rendelkezik, akkor ő már el tud helyezkedni? Hát mi alapvetően a webes technológiákra fókuszálunk most, ugye említettem sok más területet is, amivel már oktattunk, meg tervezünk is oktatni, de most inkább a webes technológiákon keresztül mutatom meg. Tehát az első fázisában, az alapozó foundation modulban az objektumorientáltságot tanulják meg, tehát az objektumorientált programozás az egy, az egy fontos tudok, hogy valaki ezzel tisztában legyen. Még meg inkább egyéni feladat megoldásokra fókuszálunk, hiszen még nincs meg az a közös alap, hogy nagyon sokat csapatba tudjanak dolgozni, de már itt is azért ezt elkezdjük egy kicsit pusolni. Az orientation szakaszban pedig egy valamilyen orientációt vesznek fel a hallgatóink. Ez függ egyrészt attól, hogy a mi céges partnereinknél milyen igények jelentkeznek, másrészt mit látunk a piacon, és illetve természetesen attól, hogy maga a hallgató az milyen irányba szeretne orientálódni. Tehát el, hogy valaki inkább backend, frontend, vagy valamilyen full stack irányra fog elmenni, itt már valamilyen konkrét frameworket használunk, illetve legújabban már egy-egy platformot is, mint például a servicenow vagy a Salesforce-ot is be tudjuk építeni. Ezekről majd szerintem külön tudunk beszélni. De a lényeg az, hogy itt már elkezdenek valamilyen framework el dolgozni, itt már apikat használnak, adatbázist sokat kezelnek, tehát itt már, már ténylegesen felszedik azt a tudást, ami egy programozónak nagyon fontos lesz, mondjuk, hogy például keresztül hogy mondjuk React framework keresztül tudjon megvalósítani valamit, és hogy endpointokat ki tudjon alakítani, apikhoz bekendel tudjon kapcsolódni. Tehát itt már konkrétan ilyen típusú feladatok vannak. És a harmadik projektfázis, ami körülbelül a 40%-a a képzésnek, ott pedig már egy szimulált projekten dolgoznak, az esetek többségében szimulált, van, amikor egy cég hozza a projektet, itt 3-4-5 fős csapatokban szerveződve, is módszertanok szerint, rendesen napi stand -up -a, a heti prezentációkkal, sprintekben dolgoznak, van egy product backlogjuk, amit, amit meg kell csinálniuk. Itt nem az a fontos, hogy mennyit tudnak leszállítani, hanem az, hogy milyen minőségben. Tehát itt, nekünk az a feladatunk, hogy nagyon sokszor azt mondjuk, hogy hmm, szuper, működik valahogy, na akkor ennek most újra neki kéne ugrani, és akkor csináljuk meg szépen, és a mentor ad visszajelzés, hogy hogy kéne a kódot szebbé tehát a clean code elveket beépíteni a programozásba, és a végén pedig le fognak prezentálni, egy 6-8 hetes időszak, képzésre függ, mondjuk egy 6 hetes időszak után pedig van egy végső demonstrációval bemutatják a tudományukat, hogy mire jutottak, és ezek a csapatok nagyon gyakran kollaborálnak egymással. Tehát van olyan például, hogy egy devops csapatunk van, aki felállítja a Continuous Integration-t, az, az, összes fejlesztéshez kapcsolódó részt, és ő kiszolgál mondjuk 2 3 4 5 a csapatot, valaki a backend részét rakja össze a projektnek, és apikon keresztül pedig ugye ezt össze kéne érinteni valahogy a frontenddel, a full stack-kel meg értelemszerűen ezt, ezt valahogy közösen e, fogják megvalósítani szerinted akkor mennyire fontos a mai világban az, hogy valami gyorsan készüljön és éppen működjön, mert ugye sokan, sok ugye meg ezt szokták mondja mondani, hogy valahogy működik, és akkor igazából fake it until you make it, vagy mennyire fontos az, hogy tényleg nagyon stabil alapokon készüljön el az a kód, és az tényleg egy nagyon jó, nagyon jól működő rendszer legyen. Attól függ. Úgyhogy erre egy ilyen nagyon diplomatikus politikai választ tudok adni. Uh... Ha egy startupról beszélünk, ahol ez a cél, hogy minél több iterációt a, a lehető legolcsóbban végig lehessen vinni, akkor ott valószínűleg nem az lesz a fontos, hogy legyen egy 90%-os automata lefedettség a projektben, mert ugye úgy is valószínűleg még hetente újra kell írni, hiszen nem tudjuk, hogy pontosan mire lesz szükség. De nem feltétlenül csak a startupoknál, nagyvállalatoknál is nagyon sokszor ugye az proof of concept jelleggel raknak össze valamit, ö, ott az a fontos, hogy gyorsan, látványosan, a uh funkcionalitásba bele tudja képzelni azt a felhasználó, hogy vajon ezt, vajon ez mire lehet használni. És vannak olyan projektek, ahol megértelemszerűen nem fér bele ez a típusú lazaság, ott már nem írjuk újra hetente vagy havonta a teljes kódot. Sokkal inkább az a fontos, hogy valami megbízható legyen, jó lefedettséggel tudjon működni. A mind a kettőnél fontos, szerintem az egy, ami egy átfedés talán a kettő között, hogy milyen elveket, milyen irányelveket tartom. Mert tehát a clean code az például egy, nálunk egy nagyon-nagyon fontos design Pattern, amire nagy hangsúlyt fektetünk. Teljesen mindegy, hogy prototipizálunk, vagy, vagy egy nagyobb terheltségű rendszerre fejlesztünk, inkább ezeket az alapokat és ezeket az elveket akarjuk jól megtanítani. Így, ha tőlünk valaki kikerül, ebbe is és abba is jól tud dolgozni. És amellett, ami nagyon fontos, hogy a soft képzésnek a része például, hogy megtanítsuk kérdezni a nálunk tanuló programozókat, hogy például meg fel tudják tenni azokat a kérdéseket, ami alapján különbséget tud tenni, hogy na vajon neki melyik lesz most a feladata. Mert nagyon sokszor azt látjuk, hogy születik a specifikáció, kész, leül a fejlesztő, csinálja, és aztán bízunk benne, hogy valami kiesik a végén, ami hasonlítani fog rá, de lehet, hogy félrem e, egy csomó ponton, hogy mit kéne tudni a pont, amit te is hogy most ezeket gyorsan kéne valamit villantani, vagy, vagy inkább valami stabil dolgot építsünk. E, ez, ez, nagyon fontos, hogy a csapat egymás között jól tudjon kommunikálni, és az üzleti oldaltól pedig okosan és jól tudjon kérdezni. És amikor egy ilyen junior developer elkerül egy céghez, mi a tapasztalat, mikor válik úgymond termővé, vagy mikor kezd el tényleg úgymond hasznot termelni egy cég számára? Mielőtt erre is használnám, azt hogy attól függ, azért mondok ezt, hogy ez körülbelül ilyen 3-6 hónap szokott lenne. Vannak olyan projektek, olyan platformok, ahol sok a junior feladat, már van a cégnek egy kialakult kultúrája arra, hogy juniorokat hogy tud integrálni, tehát már van egy olyan belső mentoring rendszerük, egy olyan, tipikusan ezt most olyan buddy rendszernek szokták hívni. Maga a projekt úgy van kialakítva, hogy hogy tudják, hogy hogy kell onboardolni egy juniort egy projektre, hagynak neki időt, hogy megismerje, de közben már tesznek rá folyamatosan nyomást, és az ilyen típusú munkáknál relatíve gyorsan bele tudnak rázódni, akár van olyan eset, amikor akár néhány hét, de mondjuk néhány hónap alatt is ez volt közelebb van a három hónaphoz. Vannak ugyanakkor olyan nagy ö, robosztus rendszerek, ahol egészen egyszerűen mondjuk egy olyan legacy kóddal dolgozunk, hogy mondjuk ott tényleg az, hogy akár egy egyszerű debuggingot végig tudjunk vinni, vagy egy, vagy egy ö, sima frontendelemet tudjunk cserélni, annak olyan kihatásai vannak az egész rendszerre, hogy a rendszer következik, hogy hosszabb idő kell ahhoz, hogy valaki ezt meg tudja ismerni. Ez, ez hat hónap, de akár több is lehet. De ez nem csak a junior fejlesztők esetében van így, hanem ez, ez a rendszer sajátja, ez minden fejlesztőnél. Így van, nyilván a junioroknak egy kicsit azért hosszabb ideig fog tartani, hiszen még nem sok ilyen rendszert láttak. Szerintem ugye láttál már viszonylag sok ilyen jó szoftvercéget ugye, a piacon, és mi a tapasztalat, hogy ahhoz, hogy egy ilyen junior fejlesztő jól át tudjon helyezkedni, mi, mi szokott általában az elosztása lenni egy ilyen minimum csapatnak? Hogy kell gondolom benne a product manager, senior fejlesztő, vagy ha neked össze kéne egy ilyen legminimálisabb csapatot, ami sikeresen fog mondjuk egy szoftvert megírni, akkor az hogyan válogatnál össze? Ami szerintem nagyon-nagyon fontos, és ahol elkezdődik, a, hogyha már nyilván most azt feltételezem, hogy van egy koncepció, vagy van egy, van egy a, a, a probléma, a, amit meg akarunk oldani, akkor szerintem egy UX designerrel érdemes kezdeni aki a folyamatot is tudja értelmezni kicsit, ez a Business analyst, UX Designer mindset szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy tudja vizualizálni, hogy na ha elkészül, akkor ennek körülbelül hogy kéne kinéznie. Nagyon fontos az, hogy legyen benne egy olyan szenior ember, aki már látott több típusú termékfejlesztést, és jól fel tudja darabolni technológiailag az, hogy mire lehet szükség. nyilván egy ilyen product owner típusú szerepkörrel tud a legjobban együtt dolgozni, akivel az üzleti prioritásokat, a technológiai komplexitás jól be tudják súlyozni. Ezt követően gyakorlatilag szerintem projekt típusától függően lehet, lehet, pakolni a csapatra. Hogyha inkább design heavy a projekt, akkor, akkor nyilván frontend oldalról érdemesek, ezért ha adat heavy, akkor inkább egy adatbázis oldalról, de hogyha szerintem ez az alapkor csapat kialakult, akkor, akkor onnantól kezdve már eredék hatékonyan lehet haladni előre. Tehát akkor ebben kell be egy UX designer, egy product owner, egy senior developer, és akkor körülbelül hány ilyen junior developer kell bele? Körülbelül négy öt három Hát ez, ez nagyon-nagyon tehát, tehát hogy én, én az, azt gondolom, hogy valamilyen platform típusú uh, munkával uh, van dolgunk, uh, ahol mondjuk egy jól behatárolt, üzleti problémát egy platformon kell megoldani, mondjuk egy ServiceNow vagy egy Salesforce platformot ha használunk, akkor ott egészen sok junior fejlesztőt el tud bírni a csapat. Tehát inkább nem is darabszámra mondanám meg, hanem a tapasztalatunk szerint ez ilyen 50-80% között is lehet, hiszen egy domén specifikus problémára már egy kész eszközökkel, keretrendszerrel kell megoldani valamit azt látjuk, hogy, és ez nem csak mi, hanem inkább nagyon sok elemzés, hogy azért nagyon ebbe az irányba megy el, főleg nagyvállalati oldalon a programozás, hogy egyre több készelemet, egyre több platformot használunk. És ott, ott egészen sok junior programozó elbír egy csapat, hogyha egy hagyományosabb, inkább Hát nem is azt mondom, hogy nulláról uh, írjuk meg ezeket a dolgokat, de értem szerint néhány library meg néhány dolgot használunk. Tehát azért ez inkább az ilyen 15-30% között van, uh, amennyi junior program elbír egy csapat. Több céggel is beszél, sőt, nagyon sok céggel, akivel beszélgettem, minden egyszer belevágott már valami szoftver hogy megbíznak egy szoftver céget, gondolom, vagy szoftverfejlesztőt, és uh, nagyon-nagyon alacsony általában a siker arány, hogy egy, -egy cég, hogyha megbíz valamit, kell neki egy, egy hármodul, modul, vagy bármilyen fajta igazából vagy megoldás, és nagyon sok időben, nagyon sok nem tudom, energiát belefektetnek, és, és nagyon, nagyon, sok, nagyon kevésszer van az az eredmény, amit ők elvárnak. Hogy szerinted itt a mi szokott félrecsúszni az elvárások, vagy, vagy a megvalósítás, hogy hol szokott, szokott lenni itt? Ezt meg tudom erősíteni. Én is az előző cégemnél elég sok ilyen esetet láttam, ott több mint száz ilyen digitális termékfejlesztésbe, szoftverfejlesztésbe vettem részt különböző szerepekbe. Uh, nehéz ezeket általánosítani, uh, hogy mi szokott a probléma lenni. Tehát, hogyha azt hiszem hogy egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy egy valamilyen startup típusú kezdeményezésről beszélünk, ami, ami tényleg egy zörmezős Greenfield projekt, aminek nincs erőzménye, és valamit elkezdünk nulláról uh, összerakni vagy hogyha egy meglévő struktúrába, egy meglévő rendszerbe, akár valamilyen belső problémát, szervezeti folyamatbeli problémát akarunk megoldani, akár ügyfeleknek le akarunk szállítani, mondjuk egy új modul, amire azt gondoljuk, hogy szükség van. Tehát, hogy ezeket szerintem érdemes szétválasztani. Nem tudom, hogy fókuszáljak-e valamelyikre, de mert, mert, hogy nagyon más típusú problémák szoktak felmerülni. Szerintem egy, -egy példát mutatunk erre is, arra is. Mert én annyira általánosan találkoztam ezzel a problémával, és szerintem nekik is érdekes kérdés lehet ez, hogy Haladjunk ebbe a sorrendben. Ha egy startup típusú ö, ö, megoldásról beszélünk, akkor az alapító csapatnak a felkészültsége, ö, piacismerete és digitális termékfejlesztésben szerzett tapasztalata feltételezően szoftveres startupról beszélünk, akkor az nagyon-nagyon-nagyon fontos. Sokszor láttam azt, hogy valaki a problémát jól ismeri, mondjuk egy nem digitalizált, vagy nem erősen digitalizált szektorban, és van is egy nagyon jó ötlete arra, hogy egyébként milyen digitális megoldással lehetne ezt a piacot szép magyarosan mondva disruptálni, de még soha életében nem dolgozott együtt szoftverfejlesztőkkel. És nagyon sokan például bestresszelnek azon, amikor az elején nem, nem, egy ilyen lineáris, jól kiszámítható egyenes évbe halad előre a fejlesztés, hanem, hanem vannak zsákutcák. Nagyon sokszor olyan technológiákkal is kísérletezünk, ami, ami, ami kiszámíthatatlanná teszi a fejlesztést. Elkezdünk türelmetlenné válni, kiderül, hogy igaziból nincs meg a feltétlenül az az agilis, vagy az a lean szemléletmód, hogy ugye a lehető legkisebb erőforrásból a legtöbb iterációt tudjuk megcsinálni, és hogy próbálják az alapítók beleálmodni, még ez is legyen rajta, még az is legyen rajta, holott a piaci validáció még messze-messze várat magára. Tehát én azt gondolom, hogy itt nagyon kevés igazán rossz ötlettel, tehát persze ki vagyok én, hogy azt mondjam, hogy rossz ötlet, tehát ez ilyen szubjektív dolog, és ez inkább szerintem a, a, az alapítók a dicsérő, hogy, hogy az ötletek általában tényleg jók, csak hiányzik az a tapasztalat, hogy hogy lehet ezt um, nagyon szigorúan egy ilyen product owner mindsettel a minimum tartani, és a lehető legtöbb iterációt csinálni, hogy ne fel az összes pénzt mondjuk az első verzióba, és várjuk, hogy mi történik. Magyarországon nyilván a piacra lépés az, az, egy, tipikusan nehéz dolog, ugye ezt szoktuk mondani, hogy a fejlesztőkön kívül még a jó értékesítők és a marketingesek hiányoznak nagyon a piacról. Tehát ez is egy olyan dolog, hogy tegyük fel, hogy még egy jó megközelítéssel is viszik, de mondjuk hiányzik ez a láb, hogy hogy lesz ebből ügyfél. Uh, hogy lehet elérni azokat az ügyfeleket, uh, akik, akiknek mi szállítani akarunk. Tehát nagyon sokan azt hiszik, hogy hát majd Facebook hirdetéseket, de ezen ez nyilván egy sokkal bonyolultabb dolog. Tehát ott tipikusan itt tud félre menni. Ha belső projektről... Uh... Picit vissza ide, hogyha valaki mondjuk most belekezdne egy software startup, akkor mit ajánlál nekik, hogy mire figyeljen oda a legjobban ezeken, ezeken belül? Mik a jobb tervezése, vagy már ugye gyorsabban iteráljon, minél menjen ki piacra, vagy mik azok a legkritikusabb dolgok, amire neki érdemes figyelni? Legyen egy olyan alapítótársa, akinek van ember már valamilyen tapasztalata. Tehát ez, ez, azt gondolom, hogy nagyon sok könyvet el lehet olvasni, és vannak olyan emberek, akik nagyon gyorsan is tanulnak más kárán, de szerintem itt a, a, harc, a harcéri tapasztalat és a, és a kilométer az nagyon sokat számít. Tehát én nem javaslom Senkinek, hogy úgy vágjon bele egy olyan uh, szoftveres startupba, akármilyen jó ötlete van, és akármennyire azt érzi, hogy ezt meg kell csinálnia, hogyha nincs meg az az alapító társa, akinek van már tapasztalata abban, hogy a digitális termékfejlesztés hogyan néz ki. Ideális esetben már látott startupot elbukni, vagy sikeresen működni nem gondolnám, hogy ez nyilván ez egy nagyon nagy előny, hogyha valaki a startupon keresztül lett, de hogyha nem startupon keresztül lett, de már vett részt hasonló folyamatba, az is szerintem meg sokszorozza a sikernek a valószínűségét, főleg az elején, amikor tényleg nem évekre, hanem néhány hónapra látunk előre a a kis pénzből, amiből ezt szeret, kis erőforrásokból, amiből ezt szeretnénk elindítani. És alapító társ nélkül semmiképpen ne vágjunk bele. Tehát, hogyha meg valaki a technikai oldalon van, akkor ne vágjon bele, szerintem anélkül, meg lenne egy olyan üzleti alapító társ, aki meg nagyon jól ismeri a, a, problémát, vagy ha nem is a problémát, de legalább van abban tapasztalata, hogy az értékesítést, a marketinget az hogy lehet felépíteni. Tehát, hogy kell, meg, kell hogy meglegyen szerintem ez a diverzitás ahhoz, hogy ez jól tudjon működni. Akkor általában az alapítók közül kell mindenképpen egy ilyen, ilyen CTO, tehát aki a technológiához jobban ért, meg egy olyan, aki közületi oldalhoz jobban ért, és akkor alkotnak egy sikeres csapatot? Így van. A CTO az, az talán egy kicsit inflált fogalom, mert, mert az is lehet szerintem nagyon ügyes startup, tech alapító, akinek mondjuk van egy-két-három egy, éves technikai tapasztalata egész rendszerén, csak már látott ilyet. Az elején nyilván látnunk kell azt, hogy milyen projektről beszélünk, mert nyilván, hogyha egy big data alapú machine learninges modellépítő is, start szerint, és startupot szeretnénk, akkor nyilván az egy nagyon az a deep technology, oda kell az a szakértelem, ahol ezt ami nem is érdemes elkezdeni valószínűleg ezzel foglalkozni. Mondjuk, hogyha egy kicsit klasszikusabb szoftver, ez a service üzletről beszélünk, akkor, akkor valószínűleg nem is az a legfontosabb, hogy a leges, legjobb technológiai ember legyen mellettünk, hanem akinek megvan az a gondolkozás, mód, hogy, hogy gyorsan jót tud építeni, és, és közbe fog is nagyon sokat tanulni. Tehát nem a tíz éves technológiai tapasztalat, hanem inkább a, a ha csak nem olyan startupok, hanem inkább, inkább az a, az, az a számít, akivel jól lehet együtt dolgozni. És ugye visszatérve hogy a modul, mert ugye beszéltük a startup és a másik oldalt, hogy ott, ott mi az, ami számít szerinted? Hát, ügyfeleknek fejlesztünk, a, ott főleg B2B oldalról uh, láttam el sokszor, hogy uh, sok projektet akarunk leszállítani, és egyesével mindegyik nagy ügyfél mondjuk egy akkora dielt -re reprezentál, hogy arra már megéri egyedi dolgokat fejleszteni, uh, ott nagyon-nagyon nehéz nemet mondani. Tehát hogyha van, most sem akarok konkrét példát mondani, de mondjuk egy... Uh, szerintem megnevezések, mondhatom, egy beszerzési rendszer, amin sokat dolgoztunk. Nagy vállalatoknál implementálják, nagy, hosszú a szélsziklus, de hogyha összejön, van egy relatíve nagy büdzsé, nyilván megjelennek az elvárások, hogy az igények az ügyfél részé, hogy még ez is legyen benne, meg az is legyen benne, ami nincs olyan nagyon távol, de egy kicsit mindig valamilyen irányba csúszkál. És hogyha pár ha 3-5-10-20 ilyen ügyfél van egy kalapban, és főleg az elején, amikor elindulunk, akkor nem Fenő, hogy fél van a kalabban, nem 3-5-10, akkor, akkor lehet, hogy a szélkakas minden irányába elkezdenek e, igényeket megfogalmazni, amire baromi nehéz nemet mondani. Tehát itt az a fontos, hogy legyen egy nagyon-nagyon erős projectoneri vízió, hogy milyen irányba akarják fejleszteni ezt, és igen, bizony, akár az is benne van, kicsit szomorúvá, én rossz eserbeűgyfélvesztési e, fajul a dolog, de itt, itt szerintem kell tudni e, nagyban gondolkozni, vagy az, a veszély áll fent, amit csak idézőjelben mondom, hogy veszély, hogy egy szolgáltató cégé változik a cég, és, és nem startup amiben ami meg megint semmi probléma nincs, csak szerintem e kell tudatosnak lenni. Nyilván ott is nagyon jól ki kell találni, hogy, hogy mi az, amire igen mond a csapat, és mi az, amire nem. Tehát ott, szerintem ez az erős Projekt szemlélet kell. Ugye a product owner, az, az szerinted mitől lesz sikeres, vagy mik azok a tulajdonságai? Mert ugye egy, -egy ugye rengeteg ugye buktató lehet, rengeteg ugye falsút, és hogyan lehet mégis valamilyen egy tervet, ugye sikeresen tartani, és sikeresen véghez Nagyon jól tud nemet mondani. Tehát, hogy szerintem ez, ez a legfontosabb. Van egy tiszta víziója, és nem én találtam ki, ezt valahol olvastam, de nagyon tetszett, hogy egy jó product owner, az nem a megoldásba szerelmes. Az, hogy ú, de jó lenne ezt is megcsinálni, mert de jó ötlet, vagy egy ügyfél mondta, vagy két ügyfél mondta, hanem ő a problémába szerelmes. Tehát neki, neki azt kell nagyon látnia, hogy mi az a probléma, amit meg akarunk oldani, és hogy ahhoz mi e, vezet e, a leghatékonyabban el minket. És ez nagyon-nagyon sok nemet kell mondani, mert az emberi agy az... E, az úgy működik, hogy megoldásokat keres. Folyamatosan megoldásokkal áll elő. lehet egy problémán, és az már rögtön jön a megoldás, nem biztos, hogy az a jó megoldás, nem biztos, hogy a jó kérdésre adott válasz. Az ötlet, az megint csak lehet jó, de nem biztos, hogy a jó kérdést tettük fel. De szerintem nagyon jól tud kérdezni, és az arra a problémára fókuszál, és el tudja engedni a, a jó ötleteket, vagy jó ötletnek tűnő ötleteket, azért, hogy, hogy egy tiszta, fókuszált cél felé vezesse a terméket. És ugyanez kell ahhoz, hogy akkor egy tervet hatékonyan lehessen tartani, vagy hogyan lehet hatékonyan például tervezni, mondjuk akár több hónapra előre? A több hónapra előre szerintem, szerintem, nagyon nehéz hatékonyan tervezni, és itt nyilván megint attól függ, hogy milyen típusú szervezetről beszélünk. Ha a startupról beszélünk, akkor a szinte a lehetetlensége a határos, mert ott pont ez a feladat, hogy annyi új információnak kell bejönnie, olyan meredeknek kell lennie a tanulási görbének, tipikusan, hogy ha több hónapra előre van egy tervünk, az azt jelenti, hogy ö, valószínűleg nem beszélünk eleget az ügyfeleinkkel. A, egy nagyvállalatnál, egy nagy vagy egy középvállalatnál, mondjuk egy kiforrottabb ö, ö, környezetben, ott valószínűleg ezt jobban meg lehet már csinálni, hiszen ott már van egy csapatunk, akinek ismerjük a teljesítőképességét. Nagyon jó megoldás erre például a storypont szerinti ö, számítás. Hogyha van egy fix csapatunk, jól meg tudjuk becsülni a problémáknak a komplexitását, akkor már előre meg tudjuk egy ö, csapattal becsültetni, hogy na kb. ha az elmúlt időszakban látjuk, hogy valamilyen időköz, hetente, havonta, kéthetente, hetente, egy tíz sztori pontot tudtatok leszállítani, vagy százat, ez, 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 tényleg attól függ, hogy a csapat miben állapodik, meg tudta eresni szerintem egy aranyszabály, akkor lehet azt tudni, hogy az előttünk álló ezer komplexitású, ezer story értékű feature setet, akkor az akkor azt nem tudom, tíz hónap alatt lehet leszállítani. Tehát itt, itt, itt van egy, itt, mivel már van múltbeli adat, amiből lehet következtetéseket levonni, ezért már jobb predikciókat lehet tenni a jövőre. És ilyenkor nem tud valami olyan veszélyes, nem tudom, eset előállni, amikor folyamatosan a csapat ugye megpróbál egyre kevesebb story pontot, azzal egyre kevesebb van előre becsülve, és így akkor egyre kevesebbet kell úgymond teljesíteni hosszú távon? Ugye ilyen, ilyen veszélyes nem, nem következhet be? De, tehát hogy ez, ez abszolút bekövetkezhet. Tehát ez, 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 egy, ez, egy, nagyon komplex dolog, hogy hogy lehet a csapatot motiváltan tartani, hogy lehet a csapat dinamikát úgy alakítani folyamatosan, hogy akár egy-egy ember cserélni rotálva, ami, ami, frissen tudja tartani ezt a dolgot. Ezek, ezek mind valós problémák, és, és ezekre különböző megoldások vannak. Szerinted, hogyan lehet mondjuk egy programozót motiváltan tartani, és mennyire nehéz megtartani egy programozót, mondjuk, hogyha felvette az ember? Ugye most, amikor ugye rengeteg ilyen programozó van, is vadászták ezeket az embereket, hogyan lehet ugye egy olyan, olyan, olyan légkört kialakítani, ahol, ahol tényleg össze lehetne maradni? Én azt látom, hogy a jó programozókat a, a probléma megoldása az nagyon-nagyon érdekli. Tehát azok lesznek általában igazán jó programozók, akikben bennük van egy folyamatos tanulási vágy, és, és, nem azért, mert a menedzsere mondta neki, vagy a hr mondták neki, hogy ez egy, ez egy fontos uh, céges érték, hogy folyamatosan fejlődünk, hanem aki már eleve ezt uh, ez, ez, ez magáénak tudja, és belülről jön most tudom, hogy nagyon leegyszerűsítem, de nagyon más dolgunk nincs, mint hogy ezt a tanulási vágyát folyamatosan ki tudjuk elégíteni. Hogyha azt érzi valaki, hogy folyamatosan tud fejlődni, és megbecsüli a csapatok, pozitív visszajelzéseket kap, kialakul egy jó csapatdinamika, akkor szerintem a, akkor szerintem nagyon nehéz kimozdítani valakit. Nyilván itt majd behozok egy másik szempontot is, de hogyha ezt ilyen mikroszinten nézzük, akkor egy csapatból szerintem nehéz kivonzítani valakit. Általában akkor lehet kivonzítani valakit, hogyha ö, úgy éri meg, hogy az üzleti oldal túlságosan kapkod, nincsenek befejezve, nincsenek elvarva a szálak, ö, nem nyitottak a technológiák felé, a technológiai váltás felé. Nyilván itt, itt ez nem feltétlenül és nem mindig baj, tehát nagyon sokszor egyszerűen tényleg nem ki a kiamatek, hogy most... Ö, két évente, mert kijött egy új JavaScript framework, -re, refaktoráljuk az egészet csak azért, mert most ez érdekli a csapatot, de hogy, de hogy ezen belül azért vannak technikák, amivel, amivel ezt meg lehet csinálni. Ha microservices használunk, akkor akár több technológia is megférhet egymás mellett békésen, és ki lehet próbálni új dolgokat. És csak egy nagyon konkrét példa, vagy egy felvetés. De ahol mondjuk egy nagy legacy kód van, egy spagetti kód, ott ott valószínűleg ezt, ezt nehezebb megcsinálni, és egyre nehezebben tudják kielégíteni ezt a vágyat. Te egy idő után az jön be, hogy egyre több pénzt kell ígérni. És ez az a probléma, hogy a, a COVID alatt előtte is ez igaz volt, hogy mondjuk nagyon-nagyon sok nemzetközi cég, akik mondjuk New Yorkból vagy Londonból ide telepítenek egy fejlesztési, vagy Németországban egy fejlesztési központot, nyilván a Magyar egyébként kiemelkedőnek számító programozói bérek és a kinti programozói bérek között akkora különbség van, hogy rá tudnak emelni, rá tudnak ígérni a magyar cégeknek a a bérajánlataira. Tehát ez egy magyar szegnél életveszélyes, hogyha nem nyúl hozzá a technológiához, nem teremt új fejlődési lehetőséget, és mondjuk azt mondja, hogy na most sem 20%-ot az XY fejlesztő bérén, mert ő jönni fog valaki, aki meg 40-et fog ráemelni, vagy 50-et, vagy 100%-ot. És ezek mind megtörtént esetek, tehát hogy ez, 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 ez nem egy fantazmagória. És ez annyira kéresedett most a COVID alatt, hogy a home az ugye egy főleg a technológiai szektorban azt az szerintem egy, egy, egy visszafordíthatatlan folyamatot indított el. Nyilván valahol meg fog állni majd ez az inga, de de én azt látom, hogy nagyon sok programozó egészen egyszerűen nem látja szükségét annak, hogy ő, ő, ő heti öt nap visszamenjen, az, hogy teljesen remote maradjon valaki, az is, abból is szerintem nagyon-nagyon sok van, de azt mondjuk, hogy hetente egy-két-három-öt napot bejár valahova, de inkább az egy-kettő, vagy inkább a remote, és nagyon-nagyon sok helyen, mert azt mondják, hogy mellette meg akkor a, a felgyorsult digitalizáció miatt a programozók iránti igény, hogy egészen egyszerűen a HR nem csinál olyan megkötéseket, hogy ide be kell járni. Egészen komoly és nagy cégeknél. Mit eredményez ez? A londoni, a berlini, a new yorki, és, és sorolhatnám melyik nagy fejlett nagyvárosnak a HR-esei, felültik a linkedin felültik szépen az elérhető adatbázisokat, és elkezdenek Magyarországról megkeresni szenior fejlesztőket. Akiket előtte nem keresnek meg, mert az volt a mondás, hogy jó, jó, vannak ügyes emberek, de csak akkor, ha ide költözik, de nem mindenki akar oda költözni. Tehát ez szerintem egy nagyon nagy kihívás elé állítja most a magyarországi cégeket, hogy hogy lehet az a verseny, hogy Magyarországon is remote vagyok, magyarországi fizetésért, vagy Londonban is remote vagyok, valahol a kettő között, de a londonihoz közelebbi e, fizetésért, és azért nem 10-20 a különbség a kettő között, azt lehet tudni. És például ugye mondtad, hogy új technológiákkal esetleg ugye meg lehet valakit fogni, de az is egy idő után ugye nem lehet mindig újat mutatni, vagy, vagy lát, láttál arra példát, amikor valaki egy cég te konstans éveken keresztül mindig tud valami újat mutatni a fejlesztők szemére? Szerintem rengeteg újdonság van, tenni, és, és ez szerintem a, a egy, egy szoftverem vagy egy terméken belül is, azt szerintem a vezetőknek a feladata, hogy hogy ezt jól tudják prezentálni. Tehát azt nem gondolom, hogyha mondjuk valaki bekendel foglalkozott valamennyi időt, attól még az adatbázisokban ne tudna elmélyedni olyan szinten és olyan mélységig, amilyen mélységig korábban mondjuk nem volt rá ideje. Vagy hogyha valaki pont ebből az irányból jön, hogy mondjuk frontend oldalra, ne tudnám, és nagyon sokszor előítélet van egyébként az embereknek, engem nem érdekel a frontend, ezért meg azért, de hogyha van egy jó bemutatás ennek a területnek, akkor én azt gondolom, hogy, hogy ez nagyon-nagyon sokáig elmélyíthető ez a, ez a, tudás, amit, amit lehet szerezni. Mellette meg annyi új dolog jön ki, hogyha nem csak semmit, és most még csak a meglévő dolgokkal foglalkozom, mert meg annyit fejlődik, a technológia, és annyi új megoldás jön ki, hogy az ön ad szerintem elég muníciót arra, hogy, hogy folyamatosan lehessen tanulni. És ezek mondjuk új framework-ök, vagy ilyenkor mire kell gondolni? Csak azért, mert ha valaki mondjuk már full be viszonylag jó mindenben, tehát mondjuk adatbázis, backend, frontend nagyjából már mindenben jó, akkor ugye van ilyen framework is, amit ismer a backend frontend akkor utána például milyen ugye, újdonsággal tudod, ugye, meg, akkor már ő ezeket nagyjából tudja. Ez, 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 egy, ez egy érdekes kérdés, és én magam ugye nem dolgozom fejlesztőkkel, és nagyon-nagyon régóta is sokat dolgozom fejlesztőkkel, és pont ez az, hogy szerintem nagyjából már tudom, és hogy arra föl kell tenni az igényt, hogy ne csak nagyjából tudjuk, hanem, hanem akkor eb, ennek a területnek tényleg legyünk szakértői. Másrésztről meg, meg az új framework, de ugye erről már beszéltünk, hogy csak azért, mert megjelenik egy új framework, nem lehet újraírni a, a, az egész alkalmazás, és legrészeibe ki lehet próbálni dolgokat, vagy, vagy új megoldásokat. Ugye beszéltünk, hogy junior fejlesztőig eljutni, az körülbelül mennyi idő, és onnantól, hogy valaki medior vagy senior fejlesztő lesz, az, az körülbelül mennyi időt, időt vesz igénybe? Én ismerek uh, uh, junior fejlesztőket tíz éves fejlesztési tapasztalattal. Igen. Uh, és ismerek kiváló csapatvezetőket, akik mondjuk uh, a Bootcamp elvégzése vagy a Green Fox egy-két év után már nagyon jó csapatvezetők lettek. Nagyon-nagyon gondolkozásmódon projekteken múlik, mert hogyha valaki mondjuk egy nagy legacy terméken dolgozott, ahol mondjuk se benne nem volt meg mondjuk ez a, az ön motiváció, se a környezetéből ez nem fakadt, és ugyanazt a legacy régi PHP-t valaki, uh, hiába van tíz éves tapasztalata, egészen egyszerűen nem fog tudni érvényesülni a munkaerőpiacon úgy, mint egy szenior fejlesztő, csak akkor, hogyha a saját önképzésébe először nagyon-nagyon sok időt fektet, vagy talán egy céget, aki ebbe hajlandó befektetni. Találkozunk olyan emberekkel, akik, akik mondjuk elvégzik a Grimfoxot, és mondjuk olyan előzetes munka és élettapasztalatuk van. Ugye az fontos, hogy hozzánk ilyen az átlag életkor 28-30 év körül van, és hát, hogy mondjuk valaki Technológiai területen dolgozott, projektmenedzserként, de lehet, hogy nem technológiai területen dolgozott, de nagyon-nagyon jó vezetői készségeket szeret fel, akár vendéglátásban, akár pénzügyi területen, akár bármilyen más területen, és ezek miatt a készségek miatt ő például nagyon jó csapatvezetővé válik. És neki ugye van ez a két modell, az egyik a német modell, hogy a legjobb szakemberből lesz majd a vezető, és van az angol száz mondanom, egy kicsit egy ilyen menedzser megközelítés, hogy nem a legjobb szakemberből kell hanem a legjobb vezetői készségű emberből kell uh, vezetőt csinálni. Uh, és az utóbbi esetben uh, egy ilyen ember a megfelelő ilyet mert tudja, hogy mi történik a programozásban, nagyon jó csapatvezetővé tud válni. Nem azért, mert lesz a legjobb architekt a csapatban, hanem azért, mert az, aki az üzlettel nagyon jól tud uh, kommunikálni. És hogyha valaki egy pörgős jó projektben van, ahol sok mindent tud próbálni. Én azt gondolom, hogy egy ilyen három-öt éves tapasztalattal egyébként ténylegesen el lehet jutni egy, egy, egy jó szenior szintre. De mondjuk egy, egy, ilyen egy kötője három év, és szintén attól függ, hogy milyen projektbe dolgozott, már egy, már egy erős medior szintet azért meg lehet jutni. Ha mondjuk neked kéne felvenni akár szenyort vagy mediort, te mivel tudnád azt leginkább lemérni, hogy ő tényleg már azon a szinten van, vagy ő még mindig csak egy junior szinten van? Hát ezt leginkább nem én mérem fel. Tehát, hogy, ez... mi, mi, hogyan lehetne, tehát mi lenne a módszertan annak, hogy ezt, ezt valaki fel tudja mérni? Vagy szerintem mivel lehet a legjobban felmérni? Az, hogy egy projektet gyorsan meg tud csinálni, vagy olyan minősége a kódja, vagy mi az a, mi az a tulajdonság, ugye, amiben ő eljutott olyan szintre, ami, ami utána azt lehet mondani, hogy ő, ő Ténylegesen nem én csinálom a szenioroknak a technikai felvételiztetését, tehát hogy ennek maximum egy szegmensére látok rá, és ott szerintem leginkább a, ja, amit szoktunk használni, az hogy nem megkérdezünk, hogy mit gondol erről vagy arról, hanem hogy korábban milyen élethelyzetekben milyen reakciókat adott. Tehát például, amikor konfliktusba került az üzleti oldallal, mondjuk egy megvalósítás során, akkor ezeket a szituációkat hogy kezelte. Tehát szerintem a senior fejlesztőnek van egy emberi, nagyon erős soft skill érettsége is. Inkább erre a részére tudok jobban reflektálni hogy tud együtt dolgozni más üzleti oldalon levő szenior tagok, akár menedzsment tagokkal, vagy akár vezetőkkel, vagy akár más szenior fejlesztőkkel. Mennyire alakult ki egy vita kultúrája, milyen kollaborációs készségei vannak, mert Isten óvjon minket a nagyon határozott és senkire nem hallgató szenior fejlesztőktől, ez az esetek egy százalékából lesz majd nagyon hasznos, amikor azt a specifikus problémát meg kell oldani, de a maradék 99 százalékban az, 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 nagyon sok nehézséget fogok, Okozni. Tehát inkább a szoftszki részére tudok reflektálni, a hárszki részét az, az, az a meghagynám a szakértőknek, mert azt a részét nem én végzem. Mi volt az a legdurabb 180 fokos fordulat, amit eddig láttatok, hogy valaki jött valamilyen alaptudásra, és utána ugye programozásban ugye teljesen más irányba ment tovább. Hát ez a kedvencem, igazából ezért szeretném csinálni a Green fox ot a, Amikor van a, a, elindul a képzés, és Szokott lenni egy uh, sörözés, most újra lehetett egy osztálynál, most hiányzott is a COVID alatt, de akkor el lehet menni és lehet a hallgatókkal beszélgetni, hogy ki honnan jött ki, mit csinált. És ez tényleg olyan, mint egy, uh, mint egy rejtőregény. Tehát, vagy, uh, a, vagy mint a Vegas-i pókerasztaloknál szokott lenni, amikor a benzinkutás és az arabsejk uh, egy asztalnál ül. Uh, tehát én, én azt látom, hogy a legtöbb emberünknél 180 fokos fordulat ez, uh, aki, aki nálunk tanul, nálunk képzi magát volt már olyan, aki Izlandon volt túravezető és kutyaszánokkal, kutyaszáros túrákat vezetett, Kutya kutyatenyésztéssel is foglalkozott, ha jól tudom, vagy kutyakiképzés, biztosan. Volt olyan, aki Svédországban kifejezetten bírósipari hulladékot lapátolt, és egy kicsi magyarországi faluból jött, és az egyik legjobb végzős hallgatónk lett. De volt asztrofizikusunk is, volt jogászunk is nagyon sokan jönnek a pénzügyi szektorból, közgazdasági háttérrel. Tényleg, igazából szerintem, hogyha így mondasz állásokat, akkor én majd így mondom, hogy melyik nem, de hogy a, de hogy a melyik nem volt, még azt szerintem, azt szerintem könnyebben csinálni. És nyilván a Covid alatt nagyon sokan jöttek a szolgáltató iparból, és egyre inkább az látszik, hogy a karrierváltásnál nagyon sokat egyre inkább számítani kell hogy valaki milyen tudása milyen háttérismerettel jön. De például, a, ha valaki egy pénzügyi területről jön, és mondjuk ott tényleg 5-10 évet eltöltött, és, és, és kimutatható tapasztalata van, hiába junior programozóként akar majd a GrimFox után elhelyezkedni, fogalmazunk úgy, hogy az elő, akár az előző állás ajánlatával is egy kifejezetten versenyképes fizetést csípni. Nagyon-nagyon sok olyan cég van, ahol keresik azt, hogy a pénzügyhöz is ért, és a programozáshoz is ért, és hogy mivel az IT az már nem egy külön iparág, vagy egy külön terület a cégem belül, hanem gyakorlatilag minden digitalizálódik, és ugye a pénzügyi területet, a HR területet, a az operációs területeket, a gyártási területeket, a logisztikát, a mind, minden gyakorlatilag egy digitalizációs folyamaton, mert keresik azokat az embereket, akik már dolgoztak ezen a területen, és most, hogy már az orterfejlesztéshez is értenek, most nagyon-nagyon sok olyan plusz tudásba tudnak vinni, amivel lehet, hogy nem ők lesznek a leg gyorsabb és a legjobb szoftverfejlesztők, legalábbis a rendben biztosan nem, de mondjuk azt már az elején tudják mondani, hogy hoppá, ez hülyeség. <laughs> Ezt így ne csináljuk, vagy vagy segítek a csapatnak, akinek mondjuk szenior fejlesztő, de életében semmi mással nem foglalkozott, csak szoftverfejlesztésre, és akkor el tudja mondani, hogy jó, ez egyébként a pénzügyi területen így és így működik, ez a jogi szabályozási része, ez a piaci standard, ilyen és ilyen megoldások vannak, ezek a, ezek a kerülőutak, így lehet megoldani valamit, és akkor nyilván akár heteket, hónapokat lehet spórolni egy egy komolyabb projektel, hogyha mondjuk ezt a tudást házon belülre tudják hozni. És általában az ilyen váltások mögött mi szokott lenni a, a belső motiváció? Az, hogy ugye látják, hogy többet tudnak vele lényegesen keresni, vagy, vagy tényleg beleszeretnek a, a, programozásba, vagy mit, mit, láttok? Mind a kettő előfordul a körébe, de az utóbbi az, aki sikeresen el tudja végezni. Tehát nyilván fontos az egzisztencia, de, de ez, ez egészen egyszerűen nem elegendő, mert, Annyira intenzív a képzésünk, a cégek annyira a motivációt keresik egy juniorba, hogy egész egyszerűen, hogyha még valaki rá is szorítja magát, hogy meg fogja csinálni, és nem szereti meg, akkor, 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 nagyon nehezen fog működni, vagy lesz egy olyan munkája, amit nem élvez igaziból. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy meglegyen a motiváció. Nyilván, hogyha valaki ezt még nem próbálta és nem csinálta, akkor, akkor, egy, kicsit tyúk vagy a tojás esete, hogy honnan lenne meg ez a nagyon erős motiváció, ha még nem csinálta. Itt inkább az elszántság kell szerintem. Tehát azt szerintem mindenki magáról fel tudja mérni, hogy, szereti a telefonján a beállításokat nyomkodni, meg, megéri, hogy megért, hogy hogy történik, vagy akár Excelben szerettek képleteket írni, tehát hogy azért van egy-kettő olyan dolog, amivel, amivel ezt le lehet mérni, és ez csak néhány példa volt, de rengeteg ilyen példán keresztül azért rá lehet világítani, és, és ez feladatunk is, hogy megmutassuk az embereknek, hogy vajon, vajon ő, őben, ő benne, benne van-e az a motiváció, hogy ezt tényleg csinálni akarja. Nyilván az egzisztencia ez egy szép dolog, de azért ez, azért ez egy megterhelő, és legalábbis a kezdeti időszakban mindenképpen anyagi áldozatokkal is járt. Tehát ez nem úgy néz ki, hogy valaki kijön és egy 1 millió nettós fizetéssel fog elhelyezkedni, főleg, hogy egy idősebb korosztályról beszélünk, tehát sok embernek, főleg aki mondjuk magasabb pozícióban is dolgozott akár, vagy, vagy egészen egyszerűen jól fizetett a pozíciója. Mm. E akár az, e, a, hát az oktatás alatt mindenképpen, de, de a, a, akár mondjuk az első évben ezt tudom, el sok kell vennie, hogy ő most ebben junior, de utána meg nagyon ugrásszerűen megnő a fizetés, és mondjuk egy-két-három év után még a, még a kifejezetten sokat kereső embereknél is e, utol tudja érni magát. Ez, kérdésként ugye felmerült, hogy mi lehet a belső motiváció, de akkor a leg, leghasznosabb, vagy leginkább érdemes motiváció az inkább az, hogy aki tényleg szereti ezt csinálni, önmagában a pénzzel Pontosan. az nem fog működni. Pontosan. Azt is olvastuk, hogy ugye pszichológusokat is látnak használtak, hogy konkrétan a, ugye a csapaton vagy ugye belül, hogy őket mire szoktátok, vagy hogyan szoktátok erre használni? Három nagyon fontos terület van, amiben részt vesznek. az egyik az a kiválasztása a hallgatóknak. Tehát ők azok, akik pont a motivációs részt és a soft részt a csapatmunkára való nyitottságot, hajlandóságot, alapkészségeket jól fel tudják mérni. Ez az egyik fele. A második rész pedig a képzés közben a soft skill fejlesztés az nagyon-nagyon fontos. Ugye a iskola rendszerünkben nem tanultunk meg prezentálni, nem tanultunk meg projekt alapon csapatban dolgozni, nem tanultunk meg az ezzel járó konfliktusokat és örömöket megélni. Hogyanunk Visszajelzés arra, hogyha valami problémám van. Hogyan fogadjam azt a visszajelzést úgy, hogy ne az egóm sem is üljön meg benne, hanem értsem azt, hogy ez most ez egy építő szándékú, vagy ha nem is építő stílusban mondták el, de hogy, de hogy ez nem én vagyok, a itt most megsemmesült. Nyilván azon vagyunk, hogy megtanítsuk, hogy ezt a lehető legkonstruktívabb és asszertívabb módon tudjuk kifejezni. Csapatban uh, ez, ez szerintem egy, ez, talán ez az egyik legfontosabb dolog, amit, amit meg kell tanulni. Hogy tudjuk felmérni a saját korlátainkat, kommunikáljuk azt, hogy mire vagyunk képesek, mire nem, hol vannak nehézségeink, hogy ténylegesen jó minőségben el tudjuk mondani, hogy mind dolgoztunk, ugye ez a prezentációs készségeknek a fejlesztése. Ezek nagyon-nagyon ezek fontos dolgok. És utána a harmadik résznél pedig, amikor valaki végez akkor pedig az interjúkra való felkészítés. Tehát, hogy nagyon sokan nem nagyon jártak hr interjúkra, ezt ilyen career services hívjuk, ahol a technikai részére is nagyon alaposan felkészítjük őket, mert tanultak valamit, és van egy céges bevett gyakorlat, hogy egyébként hogy szokott kinézni, mint egy programozónál a, a hátszkideknek a, a felmérése vagy feltérképezése, de egyébként egy interjún hogy tudja valaki jól elmesélni a saját történetét, hogy tudja a motivációját átadni. Sokszor ez is nehéz, hogy ez ilyen közép-kelet-európai szociális, jelenség, hogy nehezen tudunk lelkesedni valami tud úgy igazán. Tehát, hogy hát, ez egy ciki, meg úgy nem akarom, de hogy, de igen, mondan el a sztoriadat, hogy te végigmentél ezen a képzésen, és ez nagyon akarod, és ezért meg ezért tetszik ez a cég, tehát, hogy így segítünk kihozni az emberekből azt, ami igaziból bennük van. És ugye beszélgetünk még az interjút arról, hogy a, a hogyan érzitek, hogy a következő öt évben, mondjuk, vagy tíz évben, hogyan fog ez egész ugye megváltozni, hogy Várhatóak-e valami változások? Mert ugye beszéltük, hogy nagyon gyorsan változik a programozás világa én azt gondolom, hogy ez amivel most foglalkozunk, tehát ez a tipikusan ez a backend, frontendes vonal, vagy a full es vonal, ez, ez ebbe még jó pár év van. Tehát, hogy ez, ez, ez most nagyon-nagyon menni fog. Tehát technológiailag ez, ez azt gondolom, hogy ez velünk fog maradni. Amit igaziból látunk kell, hogy mi, hogy, hogy fog megváltozni a munkerőpiac, mire lesz szükség, azt kell megértenünk, hogy mi az, ami irányítja, mi drájvolja a, a technológiát. És egyrészt, ami nagyon fontos, hogy a, a nagy cégeknek a korábban a hype volt és sokat emlegeted digitalizáció, digital transformation, ez, ez nyilván történt, történgetett, de inkább egy hype volt dolog volt. Most a COVID alatt belátták, hogy egészen egyszerűen azok a cégek tudnak jól menni, ahol a teljes értékláncot az digitálisan le tudják képezni. Ami rengeteg új lehetőséget teremt, és nagyon-nagyon nagy igény van arra, hogy új megoldások szülessenek. Ha ilyen mértékben folyik a digitalizáció, és ilyen elvárás van az üzlet oldaláról, akkor már nem lehet mindent nulláról lefejleszteni, és nincs is értelme. Nagyon-nagyon sok olyan platform típusú megoldás fog most erőre kapni, amik korábban is léteztek, tehát ilyenek voltak például a vállalatirányítási irányítási rendszerek, ilyenek voltak a CRM rendszerek, ugye a Salesforce az egyik, amilyen nagyon erős, vagy akár a low-code-hoz sorolható rendszerek, mint például a ServiceNow. Ezek olyan rendszerek, ezek, ezek a Salesforce is messze túlnőtt azon, hogy ez egy CRM rendszer legyen, a service is egy, egy IT service alkalmazásból, szolgáltatásból nőtte ki magát, de ezek mind gyakorlatilag elkezdenek vállalat irányítási rendszerekké fejlődni. Ugye mit mondok egy példát, mi történik a salesforce sal Rengeteg adat keretkezik a CRM-ben, ezzel valamit csinálni kell akkor tök jó lenne, hogyha az értékesítők mondjuk egy mobil alkalmazáson keresztül tudnának valami tárgatani, és látnának több kimutatást, valamilyen teljesen a cégre jellemző módon akkor ezt le kell fejleszteni, és itt már nem az a feladat, hogy nulláról lefejleszsen valamit a fejlesztő, egy library felhasználásával, hanem hogy jól megértse a Salesforce-nak a moduljait, a köztes egyedi üzleti igényt azt meg kóddal ki tudja tölteni. Ugyanez a service-nál, ott, ott talán még robosztusabb megoldásokat lehet fejleszteni, hogy egy cégnek lehetne azt mondani, hogy egy nagy cégnél mondjuk egy üritüit a gyártó cégnél, ánál és B-nél valószínűleg úgy néz ki egy beszerzési folyamat, ami alapvetően igaz, hogy nagyon-nagyon hasonló, de nem ugyanolyan, és ez folyamatosan változik. Egy részét modulokkal nagyon jól meg lehet oldani, egy másik részét pedig kóddal ki kell És ez mit eredményez? Ez azt eredményezi, hogy ugyanúgy kell tudni programozni, és nagyon jól kell érteni leginkább, hogy mi történik a motorházat alatt, pedig sok programozási feladat van, de sokkal gyorsabban lehet haladni és ebből azt következik, hogy sokkal jobban meg kell érteni az üzleti igényeket. Tehát a kritikus gondolkozás, a, a kommunikáció a, a különböző szereplőkkel, a, a végfelhasználókkal, kicsit egy ilyen konzulensi szerepnek a, a felvétele, az nagyon-nagyon fontos. Azt mondja, hogy gyorsabban tudunk haladni, ez azt jelenti, hogy gyorsabban tudunk a rossz irányba, meg a jó irányba haladni. E, és ugye fontos az, hogy nekem szeretném, hogy a jó irányba haladjunk, e, tehát ezért, ezért nagyon-nagyon fel fognak értékelődni szerintem ezek a készségek és ezek a platformok nagyon el fognak terjedni. A másik a mesterséges intelligencia és a robotika. Ugye a mesterséges intelligencia az sokkal több állásra van hatással, mint ahogy mondjuk a tévében vagy akár így közkeretlen szoktunk gondolni rá, hogy majd az önvezető autók elveszik a kamionsofőrök meg a taxisofőrök munkáját, ami, ami lehet egy, egy valós társadalmi probléma, és erről nagyon fontos, hogy társadalmi viták szülessenek, hogy ez mit jelent. A mesterséges intelligencia sokkal gyorsabban és sokkal hatékonyabban alakítja át a munkát, amit végzünk. Hiszen itt nem kell megküzdenünk a három dimenzióban a felismerhető tárgyakkal, akár egy raktárba, vagy akár egy közúton, hiszen itt elegendő nagyszámú adatot bedobnunk mondjuk egy marketingkampányhoz, vagy egy elemzéshez, és a, mondjuk a marketing az egyik legjobban automatizált terület, ahol egy digitális marketinggel foglalkozó embernek inkább azzal kell foglalkozni, hogy az ilyen eszközöket jól tudja használni. Tehát a, a jog, a pénzügy az nagyon-nagyon-nagyon erősen, az egészségügy is, ugye nyilván ezek lassabban adaptálódó szektorok, de ezekben is nagyon-nagyon nagy változás várható, és és szerintem ez az, amire fel kell készülnünk. Én nem gondolom, hogy mindenkinek mesterséges intelligencia fejlesztővé kell válnia, tehát hogy azért ilyen modelleket megalkottunk, amikor képeztünk embereket, azért láttuk, hogy azért ez komoly, mondjuk aki fizikát tanult néhány fél éven keresztül, vagy ott ő belőle, mondjuk vagy matematikai komoly háttérismeretekkel rendelkezik, akkor nagyon jó data scientist, vagy valamilyen big data-val foglalkozó szakember lehet de a legtöbb programozónál ez nincs meg, karrierváltóknál ez nagyon gyakran nincs meg, de viszont lehet kapcsolódni apikon keresztül, mint szolgáltatás ezt igénybe lehet venni. Tehát ott, ott igazából az lesz a fontos, hogy tudjuk azt, hogy ezek vannak, ezek léteznek, és hogy ezeket hogy tudjuk beintegrálni a mi rendszereinkbe. Ugye van a uh, Gitemnek a kopálylatja, amivel ugye a legmesterses intelligencia tud kódot írni neked szövegalapján, és ugye vannak ezek a lúkot platformok, hogy ezek szerinted mennyire fognak elterjedni, és mennyire fogják a egyszerűbb ilyen programozási feladatokat, akár kívánni teljesen. Itt a kérdés, az, az, hogy ebből az irányba megyünk, az, 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 az szerintem tagadhatatlan a kérdés, amikor. De de én azt gondolom, hogy hogy mondjuk egy ilyen NLP alapú, akár ilyen természetes szövegből egy, 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 egy alkalmazás meg tudjon írni egy, egy programattól szerintem azért még messze vagyunk, de érdemes ráfigyelni, Tehát ez most már, a, ez már nem, nem, egy Skifi vagy a Asimov irodalom, tehát hogy ez most már szerintem a, a radaron van, ez azért látszik, de azért ez még jó hosszú évekbe fog telni, amíg, amíg ez tényleg olyan felhasználású lesz, amivel, amivel tényleg lehet majd ki lehet váltani, nagyon sok programozónak a munkát. A következő lépcső szerintem az az, hogy egyre több kész modult fogunk használni. Tehát a, a, ez a low-code platform lesznek szerintem egy kicsit az én átmeneti e, megoldások. Amikor a programozói tudás még nagyon fontos lesz, egyrészt azért mert kell programkódot írni, e, és anélkül nem lehet igazán jó megoldást csinálni, mert ezt érteni kell, hogy mi történik a rendszeren belül. E, tehát, hogy én, én, azt gondolom, hogy a következő évben ez, ez lesz előttünk. Ennél hosszabb időre mi nem is tervezünk. Tehát, hogy e, mert azt gondoljuk, hogy majd, majd, akkor látni fogjuk, vagy néhány év múlva látni fogjuk, hogy akkor majd mit kell tanítanunk. És mondjuk egy junior programozó vagy senior, az meg tudja ugolni, hogy a mesterséges intelligencia, hogy modellfejlesztő legyen, vagy milyen alapképességek kellnek hozzá, hogy valaki ebbe is uh, tényleg professzionális álljon? -e váljon? Aki már belecsöppent uh, ebbe a területbe, szerintem ott, uh, ott igazi volt csak az önfejlesztésnek a határa, uh, szab határt ennek. Uh, ez is egy olyan tágterület, hogy ugye arról beszélünk, hogy valaki mondjuk nagyon jó modelleket tud alkotni, mondjuk NLP-hez, az, az, az valószínűleg egy olyan speciális dolog, hogy hogy nem mindenkinek az lesz a vonzó, és nem mindenki lesz benne ugyanolyan képességű. De hogyha arról beszélünk, hogy a mesterséges intelligenciát más szinteken hogy tudjuk, mondjuk data engineering felhasználni, amikor tudatosak vagyunk a képességei felől, és fel is tudjuk használni, és értjük is, hogy mi történik benne, az szerintem a, a legtöbb programozónak egy teljesen elérhető és reális szél. És ugye mostanában a Web 3.0-ról elég sokat lehet hallani, ugye a blockchain alapú, meg decentralizált ugye internetről, hogy ennek a, a fejlődését hogyan, hogyan látjátok, és keletkezik -e erre valami valós piacigény, ugye erre várható a képzés mondjuk az utávon. Én azt gondolom, hogy a következő évben ez is uh, egyre inkább meg fog jelenni. Uh, ma egy junior fejlesztőtől nem elvárás uh, ezeknek a technológiáknak az ismerete. Mi, mi ebben nagyon-nagyon reaktívak vagyunk, és ugye nekünk az az ígéretünk, hogy aki nálunk végez, sok uh, potenciális állás közül fog tudni válogatni. Most ezekre a területekre ma még inkább olyan szakembereket keresek, akiknek van ebbe már tapasztalat. Akár fejlesztői, akár ha blockchainről beszélünk, akkor a kripto oldalon van, van már egy komolyabb tudása. Nagyon kevés az a junior pozíció, amit ebből fel tudunk tölteni. Ma. Egy év múlva, két év múlva, három év múlva, ezt, ezt, ezt szerintem gyökeresen meg fog változni. Tudod, hogy ahogy ez a technológia ténylegesen teret nyer, ez annyira lesz nekünk is fontos. Én ezt szintén Merek ráfogadni, hogy a következő öt évben uh, fog indulni ilyen képzésünk is. Az utolsó tanul, ilyen, ilyen nagyobb terület az még az ethical hacking, tehát mondjuk az internetbiztonság, és az, az szerinted, mondjuk az elkövetkező évben, hogy az, az mi várható, és ott is várható vagy mondjuk valami fajta képzés, így hogy az egyre inkább előtérbe kerül. Én azt gondolom, hogy az, 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 az talán egy jól integrálható dolog lehet hozzánk. Uh, egészen egyszerűen azért, mert hogy ott van egy látszik, egy akkora a felszívó erő a munkerőpiacon, hogy valószínűleg megéri egyre inkább azt is előtérbe helyezni. E, és mondom ezt úgy, hogy data science képzésük már volt, e, több is, és foglalkozunk ezzel. E, IT security-val meg még nem, mert hogy pont így hozták ki egyedi megrendelések, de azt gondolom, hogy a, az IT security, az, 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 az ott, ott, ott látok egy, egy olyan erőt a munkerőpiacon, hogy, hogy érdemes lesz azzal foglalkoznunk. És még. Um... Talán egy utolsó kérdés ide, hogy ha ugye valaki mondjuk prognózó, akkor utána mennyire ugye, tipikus, hogy valaki mondjuk más soft skill mint a product manager, UI designer, UI, egyéb ilyen területeket is be akar vonni, vagy általában őt nem akar mondjuk maradni mondjuk kliensoldali oldali fejlesztésen? Ö, nálunk nagyon sokan vannak, akik vándorolnak a, a szerepkörök után. Tehát, hogyha bekerült a rendszerbe valaki, és, és a, annál a cégnél látják, hogy ő már bizonyított, hogy meg tud tanulni valamilyen új dolgot, nagyon sok esetben kap lehetőséget más területen. Tehát ez, én nagyon-nagyon én bátorítom erre egyébként a, a, cégeket is, hogy ettől ne féljenek, mert ezzel nagyon-nagyon sok értéket lehet behozni, és azt látom, hogy, hogy sok embert is érdekel ez. Több képzéssel indítottatok, ami, ami szerintem speciális, mint az Academy for Moms. Hogy erről például tudsz -e pár gondot megosztani? Az egy nagyon-nagyon fontos célkitűzésünk, hogy a programozói szakmát, vagy a technológiát az diverzebbé tegyük. És azt látjuk, hogy egy nagyon-nagyon fontos társadalmi problémát, hogy sok ember elégedetlen a mostani munkájával, mások oldalon meg van egy hatalmas hiány a, a, programozóból, ezt a társadalomnak az egyik feléből próbáljuk megoldani. Ez azt jelenti, hogy ma a technológiai munkakörökben 10-15 a felmérések szerint a, a a nőknek az aránya. Itt nyilván, itt, itt még ki lehet nyitni további kérdéseket, hogy és az a 10-15% mivel foglalkozik, tehát ezek közül hányan vannak it szupporton és hányan, akik telegesen programoznak, fogadjuk el ezt a 10-15%-ot. A mi képzéseinknél eleve egy ilyen 25-35%-os be e, vannak nők. Egész egyszerűen azért, mert mi voltunk az elsők Magyarországon, és, és talán mi is most mondjuk ezt a legjobban, hogy Igenis, nő, ez, ez, ez egy olyan szakma, amiben nagyon-nagyon jól tud érvényesülni mindenki. Kortól, nemtől, bármilyen orientációtól függetlenül, mert, mert nem ez számít. Tehát ez egy, ez, egy, ez egy csapatmunkára épülő intellektuális szakma. Tehát aki szeret rejtvényt fejteni, az ebben jó lehet, nagyon lett. Ebből következik az, hogy szeretünk volna egy olyan nevesített zászlóshajó, projektet is csinálni, és most már tele mondhatom azt, hogy egy terméket, mert sokat szóra indul el, amiben kifejezetten anyukákat célzunk meg, akik szeretnének visszajönni majd a munkerőpiacra, de egy nagyon sajátos uh, helyzetben vannak. Ugye uh, kisgyerekkel vannak otthon, szeretnének uh, dolgozni, de nem feltétlenül az előző helyre szeretnének visszamenni, és ennek lehet anyagi oka messze van, nem tudja 4-6 uh, uh, órás munkába csinálni, szeretne vagy újat kipróbálni, tehát nagyon-nagyon sok oka lehet ennek. Uh, nekik adunk egy lehetőséget, hogy a bölcsödei életritmussal egyeztetjük össze a tanulását, hogy akkor kezdődik az, az oktatás, amikor beviszi a gyereket a bölcsőbe, és akkor ér véget, amikor kihozza. Tudjuk, hogy otthon nem lesz ideje annyi házi feladatot csinálni, mint aki egy normál képzésünkbe vesz részt. Tudjuk, hogy a hétvégék nagyon sokszor szentek. Tehát mivel nekem is vagy cégben van több kisgyerek, pont ugye a korban az ezzel még empirikusak és empatikusak is tudunk lenni. Tehát nagyon úgy alakítottuk ki ezt a képzést, hogy és az időtávot is, hogy körülbelül aki bölcsőrébe adja a gyerekét, annak mondjuk egy ilyen ősztől tavaszig tartó időszak a legideálisabb, hogy meg tudja csinálni ezt a képzést. Van is erre partner bölcsődénk, akivel együtt dolgozunk, de de bárki igazából aki, aki szeretne részenni ebbe a, a képzésben, ő, ő tud csatlakozni hozzánk. Ez az egész eri formában ez, ez, ez egy ilyen bölcsődei partnerségből nőtte ki magát. Szerintem ezek ez, ez, ez a legfontosabb paraméterek. És uh, mik az emberi oldalról a tapasztalatok, akár a nyuka oldalról, akár utána, a, amikor elmennek már uh, ilyen területet dolgozni? Hát őket veszik fel a leggyorsabban és a legkönnyebben. Annyira mindenki beleszeret ebbe a programba, hogy nagyon-nagyon uh, hogy szeretik a cégek. Azok a cégek is, ahol azt mondják esetleg, hogy most egy kicsit stop van, de, de hogy van ez a projekt, és itt, és itt tényleg szeretnénk segíteni. Tehát, hogy ironikus módon, ugye a sztereotípia az az, hogy na, kisgyerekes anyukaként állást találni, ugye az interjú, ez a szeretne még gyereket, minél szobeteg lesz a gyerek. Tehát az összes ilyen sztereotíp kérdésem, neki azt gondolja, hogy sokkal nehezebb. A valóság erre volt. sokkal könnyebb ezeknek az anyukáknak gyorsan elhelyezkedni. És azt gondolom, hogy ez még jó darabig így fog maradni. Tehát ez nagyon-nagyon sok cég felismeri azt, hogy, hogy, ez egy, eh, hogy ez egy fontos dolog, hogy kapjanak lehetőséget. De anyukáktól még nagyon sok mindent el lehet várni, szerintem, amit mástól nem. Tehát, hogy az anyukáknak ez egy kikapcsolódás. Tehát, hogy ők ezt imádják, hogy eh, végre nem a kisautót kell tologatni, és hogy eh, nincsen. Eh, másfél másodpercenként megszakítva a figyelmük, hanem egy valamire fókuszáltan ö, ö, nagyon hatékonyan lehet haladni, és ők már tudnak is, mert megbecsülik az idejüket. Tehát Igazából nagyon-nagyon hatékony munkatársakat lehet az anyukákkal szerezni. A dolgozatok együtt még például az IBS-sel is, és több egyéb céggel, hogy ezek, ezek a partneri kapcsolatok hogyan alakulnak ki, és ezekből is tudna mesélni több példát. Uh -huh. a, az ibs szerintem egy mintaprojektunk, és Remélem, hogy várható még a közeljövőben, hogy ilyet fogunk csinálni. Itt az ibs meg kapcsolatban voltunk, de az IBS-nek támadt egy ilyen ötlete, hogy egy master képzést szeretnének közösen elindítani, ami a gyakorlatban úgy néz ki, hogy a The Buckingham University-n akreditált tettünk közösen egy programot, aminek az egyik felét ők adták, a másik felét miattuk, amiben Érthetően ők az üzleti részt adják, mi pedig a programozói és a, a data science részt e, tesszük bele partnereinken keresztül. A végén olyan emberek jönnek ki ebből a képzésből, ebből a master programból, akik e, tudnak programozni, vannak data science ismereteik, és fel vannak e, vértezve elég sok üzleti tudását. Ez egy business analyst e, e, képzés. És... Nagyon sokat lehet hallani egyébként, akár egy kicsit ilyen mesterséges, szerintem egy kicsit mesterségesen is gerjesztett, hogy a bootcampek, vagy az egyetemek, és melyik a jó, és, és hogy ezek helyettesítő termékei egymásnak vagy sem, szerintem nem, tehát szerintem mind a kettőre szükség van. Ezt szerintem egy nagyon jó példa arra, hogy az egyetem át tud adni egy nagyon jó típusú tudást, és az IBS-ben pedig benne volt az a nyitottság, hogy amihez meg miértünk jobban, azt megcsináljuk mi és ez nem mond le semmit az egyetem értékéből, sőt, inkább az egy meg egy, az több lett, mint kettő, tehát az, 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 az három lett, és erre a hallgatók is nagyon jól reagálnak. Úgyhogy mi keressük ezeket az egyetemi kapcsolódási pontokat, de azt gondoljuk, hogy törvényszerűen mi nem tudunk majd olyan egyetemi akademikus képzést nyújtani soha, mint amilyen egyes hallgatóknak szüksége lesz, hiszen az is törvényszerű, hogy az egyetemek meg nem fognak tudni annyira a munkaerőpiacra fókuszáló, skill alapú képzést adni, mint amilyet mondjuk tudunk adni. E, És ez nem csak technológiai vagy üzleti egyetemeknek, tehát ez szerintem bármilyen egyetemnél, egy bölcsészettudományi tudom is kvarnál, szerintem abszolút van helyen, hogy egy szemeszter programozást tanuljanak, mert egy szociológus is, vagy egy ö, ö, vagy bármilyen ö, bölcsészettel, akár régi írásos emlékekkel foglalkozom, mert én szerintem sokkal, sokkal hatékonyabbá tudja tenni a kutatási munkáját, hogyha ő már saját magának tudom ő szkriptelni, vagy el tudja kezdeni használni ö, ezeket az eszközöket. Vannak olyan ö, céges együttműködéseink is, amikor például egy ilyen specifikus platformra szeretnének képezni embereket, amikor lehet azt tudni, hogy ha piacról szeretnének ennyi embert fölvenni, akkor nem lehet találni, és így is úgy is onboardolni kéne őket egy platformra, akkor már inkább megbíznak minket, hogy mi akár egy 10-15-20 fős osztályon induljunk el, és direkt erre a platformra képezzünk ki a hallgatókat. Van olyan eset is, amikor az a gyakornoki internship programját outsource egy cég. Tehát amikor egy tipikusan olyan végzett egyetemi hallgatók, akik vagy IT, vagy technológiai szakokon végeztek, vagy legalábbis egy-két szemeszer programozással tanultak, tehát mert van valamennyi alapjuk, mi pont azokat a lyukakat tömjük be, ami az egyetemi képzés és az első munkanapon szükségem lesz rá tudás között van. Tehát kérdeztel a github az egy jó példa, az automata tesztelés, a modern frameworkök, a clean code, tehát rengeteg olyan dolog van, amit hiába tud valaki programozni, hogyha ezeket nem tudja használni, vagy, vagy ez a szemlélet nincs meg a fejébe, vagy az agilis szemlélet, akkor nem fog tudni jól dolgozni. és Ezeknek a cégeknek is elég sokat segítünk, tehát most már több mint tíz cégnek segítettünk uh, ilyen típusú programok létrehozásában. És ha valaki jelentkezik, akkor ő mennyire ilyen specifikusan mondjuk szélszorba a szortba, akkor ugye fejleszteni valat, vagy mennyire uh, inkább általánosan mondjuk egy teljesen full-stack fejlesztő szeretne lenni? Én megint csak azt tudom mondani, hogy ebben van egy komoly feladatunk, tehát hogy be kell mutatnunk, hogy mi mivel jár. Uh, már az elején egy, egy, egy karrier tanácsadást kell gyakorlatilag uh, adnunk, és, és, bemutatni, hogy itt a, a felvételi eredmények alapján, vagy az előbb elmutatott kiválasztási folyamatban, hogy több lépcsőben megyünk át, mi azt látjuk, hogy ez a terület szerintünk jól feküdne valakinek, de ő mit gondol erről, ő meg inkább szeretne emberközeli munkában maradni, vagy pont, hogy nem szeretne emberközeli munkában maradni, akkor, akkor azért lehet, ki lehet választani a különböző szakirányokat. Tehát ez nagyon-nagyon ez, ez, ez jelöltől függ, illetve attól, hogy a cégeinknél mikor, mekkora igény van az egyes platformokra. Tehát a jelentkezés után akár még az orientációba is tudtad neki segíteni, hogy ő mondjuk lehet, hogy backendben nagyon jó lenne, de mondjuk frontendben inkább nem, vagy, akkor, vagy akár inkább a lenne, vagy inkább menjen ő a salesforce a tehát hogy akár ilyenben is tudtad neki segíteni. Pontosan. És szerinted várható, hogy a, a, programozás az egy olyan, nem tudom, alapszkillé fog változni, mint mondjuk az angol nyelvtudás, hogy szinte mindenkinek érdemes az legalább alapszinten tudni, vagy, vagy ez, ez, ez nem várható? Szerintem ez várható. Uh, és, és nem, de nem fog így maradni örök, örökké. Tehát ennek az időbelisége fontos. Szerintem a következő 5-10 évben ez, ez, így lesz, és addigra valószínűleg beérnek azok a technológiák, amik, amiket ugye te is említettél, hogy már mesterséges intelligenciával lehet kódot írni, stb. a többi, Amikor már nem feltétlenül erre lesz szükség, és egyre inkább a szrovszké kritikus gondolkodás kollaborációs készségek felé megy el. Tehát már most is, ha megnézzük, hogy 10 évvel ezelőtt egy programozó Tol, hogyha bármelyik nagy cégnél azt, azt, az mondtuk volna, hogy elvárás egy, egy jó programozótól, hogy erősek legyenek a szoszkiai, akkor, akkor azt mondták, hogy volna. Tehát, hogy, de hogy elvárás, becsúsztatjuk a pizzát az ajtó alatt, és írja a kódot püfrő a gépet, de semmi baj, mert is akar senkivel beszélni. És akkor ez egy olyan axiomatikus dolog volt, ugye ez a szandázok is programozó képe, ami, ami egy, egy megkérdőjelezhetetlen dolog volt. És aztán látjuk, hogy ez hogy változott meg. Ma már, ha nem is azt mondom, hogy 50-50-be vannak, de a nice to have-ből egyre inkább a must have-be kerülnek át a soft skill-ek, és azt gondolom, hogy ebbe az irányba fogok a következő tíz évben majd ez, ez egyre inkább elturódni. De mondom, a következő öt évben, vagy tíz én, én, azt gondolom, hogy ez egy biztos szakma marad, csak, csak látszik ez a, ez a irány. Az utolsó ilyen kérdés, meg kérdés, hogy ugye pláne most hogy a Covid után az elkövetkező időszakban miket várhatnak tőletek, ugye mondjuk a hallgatók, aki ugye most mondjuk esetleg tervez jelentkezni, hogy milyen képzések, vagy mik várhatóak az elkövetkező időszakban? Hát a hagyományos képzéseink azok mindenképpen futnak tovább szuperintenzív és munka mellett végezhető képzések, egyre erősebb és egyre jobb a karrier csomagunk az elhelyezésünk, az, arra nagyon büszkék vagyunk, hogy a végzett hallgatóinknak 90%-a az, az IT területén dolgozik, több, több, több döntő többsége programozó, és ezek auditált számok, tehát hogy leginkább ezt a cégekhez való kapcsolódást fejlesztjük, és emellett, amit említettem, hogy megjelennek olyan platformok is nálunk, amiben nem csak a, csak és kizárólag a programozás lesz majd valakinek a feladata, hanem a termékismeret, a folyamatoknak az ismerés nagyon sok kommunikációra is szükség lesz, vagy akár a hozott tudására is szükség lesz pénzügyi, vagy, vagy HR, vagy valamilyen operációs logisztikai területen. Tehát egyre inkább ebből az irányba nyitjuk ki az ólót, hogy a cégek digitalizációját az, az, azokkal az emberekkel tudjuk végezni, akiknek már megvan ez a tudásuk. Az utolsó kérdés meg, hogy aki még, még nincsen veletek kapcsolatban, az hogyan tud titeket megtalálni, milyen platformokon keresztül? Leginkább a weboldalunkat, greenfoxacademy.com tudom javasolni. Most a, a, pandémia alatt van lehetőség arra, hogy személyesen is tudjunk találkozni. Reméljük, hogy ez nem csak egy szünet, hanem ez lassan azért visszaállunk a normál kerékvágásba, de elég sok rendezvényünk is szokott lenni, tehát érdemes a weboldalunkat folyamatosan nézni, hírlevélre feliratkozni, és, és onnan lehet tájékozódni. Bárdos Kristóf, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadod a meghívásunkat. Ha mennyiben tetszett ez az adás, akkor kövessetek minket YouTube-on, Facebookon, Instagramon, Apple Podcast-en, Google Podcast-en vagy Spotify-on a következő adásig a viszontlátásra. Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget. Sziasztok!